Sziasztok, itt vagyunk a fővárosi törvényszék épülete előtt, ahol Lengyel Domokos, a Sétáló Budapest újbudai volt polgármester jelöltje, és a neve elhallgatását kérő bizonyos közszereplő között zajlott becsületsértési, rágalmazási per. A kép- és hangfelvétel készítésének a korlátozottság, illetve a félhozzájárulásához való kötése, az egy régi gyakorlat a polgári perrendtartásban, bár kétségtelen, hogy egy közszereplő részéről ez hát mindenképpen sajátos magatartás, és azért szintén fölvett jogkérdéseket is. Ami viszont igazán döbbenetes, hogy az új polgári perrendtartásnak az idézet, azt hiszem 232-es szakasza, a peres fél nevének, teljes nevének a közététételét a sajtóközleményben szintén a fél hozzájárulásához köti, ami azt gondolom, hogy nyilvánvalóan alaptörvényellenes. Tehát a médiatartalom szolgáltatóra egyébként a médiatörvényben rólt tájékoztatási kötelezettség teljesítését is korlátozza, ellentétes egyébként azzal az alkotmányos alapelvel, hogy a tárgyalások nyilvánosak. Ha a tárgyalások nyilvánosak, akkor ad abszurdum, azt kell tekintetbe vennünk, hogy mindenki itt lehet, az egész ország jelen lehetne, azért van a média, hogy az ország nyilvánossága tájékozódjon, mert nyilván nem is tud eljönni mindenki, meg be se fér a tárgyalóterembe. Van lehetőség törvénybe foglaltan zárt tárgyalás kérésére, ennek megvannak a feltételei, ezt nem is kezdeményezték ebben az ügyben. Ebben a választási kampányban azt mondom, hogy nem közszereplő, egy csúcsjelölt polgármester jelölt, meg későbbi polgármesternek a kampányfőnöke, most ugye hagyjuk, hogy ráadásul a választás után töltötte be a pozíciót, de aki történetesen a kompenzációs lista második helyen szerepel, hát ez azért elég izgalmas kijelentés. De ráadásul egy olyan ügyről van szó, aminek a részes felei nem csak, hogy közismertek, hanem maga a per is már nyilvánosságra került. Tehát az, hogy miközben már a nyilvánosság előtt ismert az, hogy Lakos Imre beperelte Lengyel Domokost, ha a média tudósít a tárgyalásról, akkor csak El Imrét jelölhet meg, hogyha tárgyszerűen és jogszerűen akar tudósítani. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy alaptörvényellenes rendelkezés. Igen, tehát engem azért perelt be, mert úgy hivatkoztam rá, mint másodfokon elítélt Imre. Ez viszont egy tényszerűen igaz állítás, tehát nekem is egy kicsit abszurd ez az egész per. Én mindenképpen győzelemre számítok, tehát nekem már jelzésértékű volt az is, hogy ők nem vállalták se az arcukat, se a nevüket, se semmit a nyilvánosság előtt. És én mindenképpen győzelemre számítok, amit gondolok, hogy sajnos nagyon elrettentőek az ilyen esetek, mert azt tudom, hogy sok fiatal azért nem mer belevágni a politikába, mert hasonló eljárások elé citálják őket. És nyilván én 25 éves fejjel, nekem egy 500 000 forintos bírság, az sokkal jobban fáj, mint Imrének, akinek, mint kiderült, 8 000 000 forintot fizetett ki az újbudai önkormányzat másfél hónap alatt. Úgyhogy én győzelemre számítok, Siffer Andrásban bízom. Miután maga a másodfokon elítélt kifejezés megfelel a valóságnak, mert másodfokon elítélték. Ez én azt gondolom, hogy teljes mértékben a vélemény szabadság alaptörvényben biztosított határain belül marad, és egyebekben pedig arra az okfejtésre, amit elkezdett itt a felszállásában a Fepressi jogi képviselő, hogy itt nem a korrupt kifejezés a feltárgya, szeretnék arra reagálni, több PK állásfoglalása is, illetve Strasbourg-i eseti döntésre is hivatkozva, hogy a kontextus számít. Nem lehet a mondatból magából kiragadni önmagában a másikokon elítélt kifejezést. Igenis van relevanciája annak, hogy ezt a korrupt jelzőhöz kötötte, van relevanciája annak, ami hát egyébként elhangzott a felektől, hogy a korrupt jelzőt általánosan használják, és itt szeretném rögzíteni saját álláspontként, hogy ráadásul a korrupt jelzőnek, hogy a korrupció fogalmának az a sajátossága, hogy így ilyen büntetőjogi tényállás nincsen. Nem tudom komolyan venni sajnos, azt meg végképp nem, hogy úgy állítja be magát, mint aki nem közszereplő. Mindezt úgy, hogy elmondta, hogy 20 éven keresztül volt önkormányzati képviselő és 3 cikluson állt alpolgármester, majd kijelenti magáról, hogy ő már nem közszereplő, ez abszurd nekem.